a Virológiai Nemzeti Labornak a megindulásával nagyon kiterjedt és széleskörű vizsgálatokat végzünk, nem csak COVID tekintetében. Tehát el kell mondjam azt, hogy természetesen a koronavírus kutatásokat ugyanúgy folytatjuk, ugyanazokkal a fő pillérekkel, ugyanazokkal a kísérletekkel, ahogy eddig mentünk, tehát nagyon nagy fókuszt helyezünk a hatóanyagvizsgálatokra, nagyon nagy fókuszt helyezünk a genetikai vizsgálatokra, és természetesen most egy új irány is képbe került, ez a vakcinafejlesztés az osztrák céggel együtt. Kicsit visszatértünk a régi kerékvágásba, és folytattuk azokat a vizsgálatainkat, azokat a kísérleteinket, amit egyéb vírusokkal folytattunk, még a járvány megindulása előtt. A laboratórium fő profilja és fő célja az a zoonotikus fertőzéseknek a vizsgálata volt, azok közül is az úgynevezett magas patogénitás, tehát magas fertőző képességű vírusoknak a vizsgálata. Tehát visszatértünk azokhoz a régi jó öreg vírusbarátainkhoz, akikkel eddig dolgoztunk, a krímikóvévi érzéses láz, a filovírusok, nipavírus, és mindazok a kórokozók, amelynek sajnos a halálozási aránya közel 30-szorosa a most ismert koronavírusnak. Koronavírus tekintetében a hatóanyagtesztek továbbra is folynak, a vakcinafejlesztés nagyon nagy ütemben folyik az osztrák céggel, de még talán ennél is fontosabb az új variánsok és az új mutánsok, bár én nem szeretem a mutáns szót alkalmazni, de az új variánsok megjelenésének monitorozása és ezeknek a teljes körű genetikai analízise. Kiépítettünk egy olyan szekvenálási kapacitást, infrastruktúrát és hálózatot az országban, amelynek mentén gyakorlatilag nagyon gyorsan, akár több 10 minta egy idejű vizsgálatát tudjuk megvalósítani, és azonnal teljes genomalapú szekvenciaanalízist biztosítani és nyújtani a járványügynek, a tudománynak, a kutatásnak. Jelen pillanatban egy második generációs vakcinát fejlesztünk, amelynek a számítógépes modellezése már régen megtörtént, a tervezési fázison már régen túl vagyunk, sőt, a laboratóriumi kísérletek egy jelentős része is már megtörtént. Ezeknek az eredményeknek az értékelése az most folyik, és ennek mentén fogunk dönteni az állatkísérletek megkezdésének az idejéről. Ez várhatóan egyébként február-március hónapban meg fog történni. A második generációs vakcina az tulajdonképpen nem tartalmaz semmilyen tekintetben vírust. Tehát itt csak a vírusnak egy kis fehérjéjét próbáljuk túltermeltetni, és ez adja a vakcinának az alapját. Ugye ez abban különbözik az első generációs vakcináktól, ahol már egy elölt, egy inaktivált, de effektíve vírust tartalmazó vakcinákat látunk, míg a harmadik generációs vakcináknál vagy a vektor, vagy ugye a most már nagyon jól ismert mRNA-s és nukleisav alapú vakcinák tartoznak. Valahol a második generációs vakcina az arany középút, tehát már komolyabb, mint az első generációs fejlesztések, de még nem ér el a harmadik generációs vakcina fejlesztési fázist.